Ma egy kicsit változtatni fogok a sorrenden, mert ezt az adást igazság szerint későbbre terveztem, de mivel olyan gyorsan jönnek az információk, és olyan erősen diktálnak bennem ezek a, az ismeretek, mondjuk így, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a témát előre veszem és persze a többit is szeretném majd kifejteni, és a többi előadást, adást elkészíteni, de most akkor soron kívül a mai adásunknak ugye az a címe, hogy Igék szamszárája. Szerintem ez egy csodálatos cím, néhány nappal ezelőtt találtam ki, akkor érkezett ez a megfogalmazás az önvalomban, és már akkor éreztem azt, hogy ez lesz az egyik kedvenc címem, és hogy nagyon remélem, hogy erről a témáról majd bővebben is tudok beszélni. Kíváncsi lennék arra, hogy ki mit gondol, vagy ki mire asszociál eme cím kapcsán, hogy igék szamszárája. Hát tényleg fantasztikus kimondani, nagyon összetett, nagyon-nagyon sok mindent tartalmaz, szerintem ez a megfogalmazás. De, ahogyan mondtam, kíváncsi lennék arra, hogy ki mire következtet, és hogy kinek mi jut eszébe erről a címről. Hát az, hogy nekem mi, azt nyilván el fogom most mondani, és lehet, hogy olyan dolgokat fogok ismét boncolgatni, amelyek valamilyen szempontból egyedülállóak, és amiről talán lehet, hogy kevesebben beszélnek. Én biztos, hogy valahogyan már beszéltem erről a korábbi adásokban, de Mostanra sokkal több minden érett meg bennem, ezért szerintem tudok majd plusz információt is hozzá tenni. Azt tudjuk, hogy a szamszára szó, mint olyan, ugye mit jelent, ez nem más, mint a létforgatag, vagy úgy is mondhatjuk, hogy körforgás, hiszen tudjuk azt, hogy a Földön ez a fajta jelenség, vagy azt is mondhatnám, hogy törvényszerűség érvényesül. Na most szerintem nagyon fontos ezzel tisztában lenni, mert aki nem ismeri azt, hogy ez miről szól, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent nem érthet meg a földi fizikális létezésből. Persze jó kérdés az, hogy csak a Földön érvényesül a szamszára, a létforgatag, ez a fajta törvény, vagy az egész világ egyetemre érvényes, de mivel most a Földön foglalunk helyet, ilyen viszonyok között, ezért én kizárólag azt fogom megvizsgálni, hogy a Földön fizikális viszonylatban ez hogy érvényesül. Illetve, hát én erről már elég sokat beszéltem, és különféle összefüggéseket is találtam az előadások kapcsán, Úgyhogy szerintem most ezt újra nem fogom elmondani, és hát nyilván nagyon sokat lehet arról olvasni az interneten, hogy pontosan mit jelent a körforgás. De azt tudjuk, hogy minden ciklikusan ismétlődik. Szerintem ez főként azért van, mert nagyon sok tanulnivalónk van a Földön, ergo nagyon sokszor kell bizonyos ügyekkel szembesülnünk egészen addig, amíg le nem vizsgázunk, és el nem érünk egy mesteribb szintet. És azt is tudjuk, hogy a körforgásból, a létforgatagból ki lehet lépni, bár ugye nagyon jó kérdés, hogy ezt ténylegesen a valóságban és a gyakorlatban hogyan lehet kialakítani, mert elméleteket én is tudok kreálni természetesen, és igen, én vizsgálom azt, hogy ezt hogyan lehet megtenni, tehát elméletek nyilván vannak, gondolatiságok, is, de hogy ezt valójában fizikálisan, és ahogy mondtam, a gyakorlatban ezt hogyan lehet kivitelezni, hát ugye ez nagyon jó kérdés. És ahogy mondtam már a korábbi adásokban, valószínű, hogy ezt is fogom vizsgálni, hogy ezt hogyan lehet megtenni, hiszen tudjuk azt, hogy tulajdonképpen a Föld egy iskola, vagy azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ez egy gyakorló pálya, és mi addig vagyunk itt, amíg van tanulni valónk, de nem gondolom azt, hogy mindig itt kell lennünk, ilyen formátumban, ilyen alakban és ilyen viszonyok között. Szerintem, el tudunk érni egy olyan állapotot, amikor ebből az egész, mondjuk úgy, hogy börtönből, vagy egy ilyen állapotból, ebből a létből ki tudunk szabadulni. Persze tudom azt, hogy mindenki másképpen fogja fel a földi fizikális létezést. Én sokszor érzem azt, hogy ez egyfajta rabság, hiszen innen nem tudunk ugye kimenekülni, és a testekben kell élni, testeket, fizikumot kell mozgatni, ami egy nagyon nehéz állapot és nagyon sok energiát emészt föl. Na most én azt gondolom, hogy az embernek nem mindig van kedve azzal foglalkozni, hogy ezeket a fizikális-földi viszonyokat szolgálja ki folyamatosan, én is szívesebben élnek, élnék egy sokkal nagyobb szabadságban, mint amiben az ember élhet. Szerintem a Földön, fizikális viszonylatban nem érhetjük el a totális szabadságot, csak valamiféle illúziót vagy illúziókat generálhatunk. Totális szabadság szerintem csak a rendben van, de az ugye. Nincs a Földön, ergo én azt gondolom, hogy ez csak szellemi viszonylatokban, szellemi szinteken tud megvalósulni, pontosan akkor, amikor hátra tudjuk hagyni a létforgatagot, a körforgást, vagyis más néven a szamszárát. De tudom azt, hogy ez egy sokkal összetettebb téma, és ahogyan mondtam, én elég sokat beszéltem már erről, Szerintem fontos lenne ezeket a helyzeteket is vizsgálni, és ahogy mondtam az adás elején, tisztában kellene lenni ezekkel a törvényekkel, mert hogyha nem ismerjük meg ezeket a tételeket, akkor igazából azt is mondhatnám, hogy csak elszenvedői lehetünk az életünknek. Én azt gondolom, hogy egy sokkal magasabb szintet kell megugorni, és a tudatosságban egy olyan szintre kell érni, amikor mindent hátra tudunk hagyni, és már egy olyan szférában tudunk élni és alkotni, ami egy sokkal könnyedebb, de ugyanakkor felszabadultabb állapot, és azt is gondolom, hogy az itteni létezést valamilyen szempontból Akadálymentesíteni kell. Vagy azt is mondhatnám, hogy az a legfontosabb, hogy szenvedésmentesítve legyünk, de egyébként pont most írom a harmadik e-könyvemet, aminek az a címe, hogy beavatás, és tegnap este erről írtam, hogy hogyan lehet szenvedésmentesíteni az életet, vagy hogy lehet-e egyáltalán. Hát ugye ez egy nagyon jó kérdés, és én szerintem. Ezekkel a témákkal fogok sokkal mélyebben és komolyabb szinten foglalkozni majd. Tehát ugye ez egy folytonos szál, ez egy olyan projekt, amit ugye én elkezdtem felépíteni, és amit elég régóta viszek, ami egy folyamatos munka, tehát folyamatos ápolást és törődést igényel, ergo mindig újabb és újabb tételeket dolgozok ki, de ez azt is jelenti, hogy hogy tulajdonképpen igen, egyikből következik a másik, és én így folyamatosan építkezem. Tehát igen, és azt is gondolom, hogy folyamatosan haladunk akár közösen is, hiszen látom azt, hogy egyre több ember ébred, egyre többen csatlakoznak ide, és hát igen, nagyon sokan keresnek meg mondjuk így különféle felvetésekkel, gondolatiságokkal és kérdésekkel, aminek én egyébként nagyon örülök, mert ahogy mondtam, ez azt jelenti, hogy egyre több ember kezdett el tudatosabban élni és gondolkodni, amire szerintem egyébként ma nagyon nagy szükség van. És hát szükség van ilyen emberekre is természetesen. Na most, ahogy mondtam, ugye ez a cím, ez nagyon érdekes, és azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból misztikusan hangzik, arra gondoltam először, hogy az lesz a mai adás címe, hogy tanok szamszárája, vagy tanok körforgása, de aztán én egy picit még megspékeltem, mondjuk így, és még jobban besűrítettem, és így lett az a cím, hogy igék szamszárája, de egyébként a tanok körforgása elnevezés is ugyanazt akarja, amit végül is aztán választottam, tehát mind a kettő ugyanarról szól, és akkor el fogom mondani, hogy én mit gondolok ezen ügy kapcsán. Ahogy mondtam, igen, azt tudjuk, hogy minden ciklikusan ismétlődik, és amivel én ezt szoktam szemléltetni, vagy példával alátámasztani, az nem más, mint például az évszakoknak a körforgása. Hiszen azt is tudjuk, hogy az évszakok folyamatosan váltakoznak és ismétlődnek, tehát még nem volt olyan év, hogy kimaradtak volna ugye ezek az évszakok, bár hogyha most kinézek az ablakon, és kimegyek az utcára, akkor tulajdonképpen ugye azt látom, és azt érzem, hogy április 6 van, és nagyon hideg, olyan, mint hogyha tél lenne, ugyanakkor februárban arra, tehát emlékszem arra, hogy volt olyan idő, amikor 20 fok volt, és majdnem, hogy csak napozni tudtam a teraszom. <kül> szóval igen, ez egy nagyon érdekes dolog, illetve hát azt is mondhatnám, hogy nagyon szomorú, hogy ennyire felborult a rend, a rendezettség, és egy olyan fajta állapotban kell élnünk, ami szerintem nagyon ilyen skizofrén. Tehát, hogy én mindig ehhez hasonlítom, igen, hogy nagyon ilyen szélsőséges helyzetek vannak, Amihez nagyon nehéz igazodni, én nagyon nem szeretem az a szélsőséges helyzeteket, és azt, amikor valami ennyire kusza. Azt is mondhatnám, hogy igen, szerintem az ember valamilyen szempontból megbolondul, ettől az állandó változékonyságtól, és attól, hogy mondjuk egyik nap rövid nadrágban vagyunk, a másik nap meg felvehetjük a nagy kabátot, meg a sálat, meg a sapkát. És akkor ezek ugye így váltakoznak, de hát azért azt is tudjuk, hogy régen nem így volt, és hogyha az eredeti rendet, vagy az eredetiséget vizsgáljuk, akkor azért az évszakok mégiscsak úgy érvényesülnek, és vannak jelen a Földön, hogy a tavasz, a nyár, az ősz és a tél követi egymást, és körforgás szerűen ismétlődnek. Persze, tudjuk azt, hogy ez nem csak az évszakokra igaz, hanem az emberi életre is, hiszen a mi életünk is, a különféle testetöltések is folyamatosan ismétlődnek, pontosan azért, amit mondtam, a tanulság szempontjából, és azért, hogy fejlődjünk, ez nagyon fontos, pontosan azért, hogy elérjünk egy sokkal magasabb állapotot, azt az állapotot, amiről a legelején beszéltem. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre az ismétlődésekre azért van szükség, hogy az ember egy megigazultabb állapotba kerüljön, vagyis, hogy elérjük a szellemi rendet és a szintiszta a tudatot, az önvalót. És azt gondolom, hogy ezek a fajta leckék, vizsgák, és azt is mondhatnám, hogy osztályok azért léteznek, hogy tanuljunk, fejlődjünk, és hogy egyre magasabb szintre érjünk. Tehát, hogy tulajdonképpen igen, ezek valamilyen szempontból nehezékek súlyzók, ezt is mondhatnám, amiket tulajdonképpen arra kell használni, hogy az ember megérjen. Igen, én azt gondolom, hogy a Föld az olyan, mint egy dunsztos üveg, amiben bennünket így beleraktak, és nekünk meg kell érni, mint a jó kovászos uborkáknak. Én egyébként imádom a kovászos uborkát, <laughs> azokat, amelyek jól megvannak érve, és olyan jó erős ízük van, én még akár simán nyersen is, mint úgy, hogy önmagában is nagyon szívesen elfogyasztom, esetleg egy kis sajtal, Szóval imádom a jó érett kovászos uborkákat, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekünk is az a dolgunk, hogy valamilyen szempontból megérjünk, hogy egy sokkal minőségibb lényt, vagy azt is mondhatnám, hogy önvalót kovácsoljunk ki saját magunkból, elérjük az Isteni énünket, és így folytassuk tovább a munkánkat, a missziónkat, a vállalásunkat. Tehát, hogy ezekre a lépcsőfokokra igen szükség van, és azt gondolom, hogy ezek az ismétlődések, és az, hogy minden visszatér, lehet, hogy más alakban, de azt gondolom, hogy a lényegiség az mindig ugyanaz. Tehát, hogy ezek pontosan arra valók, hogy lépésről lépésre haladjunk. És akkor itt van, ugye, a mai cím, hogy az igék szamszárája tulajdonképpen miről is szól. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a fizikális viszonyoknak kell újra és újra megismétlődniük, hogy újabb és újabb tükröket tárjanak elénk, hanem például a szellemi tanoknak. Na most ez milyen érdekes, hogy 2021-et írunk, de még mindig olyan dolgokról beszélünk, nagyon sokan, amelyekről lehet, hogy már az ókorban is beszéltek. És hát azért tudjuk, hogy azóta eltelt egy picike kis idő, mondjuk így, nem két nap, de hogy ezek a gondolatiságok, bölcsességek, akár elméletek még mindig élnek, és az is nagyon érdekes ebben a történetben, hogy napjainkban is vannak olyanok, akik ilyenekről beszélnek, ilyen témákról, mondjuk többek között ugye én is, és persze még sokan mások, hogy én úgy gondolom, hogy van egyfajta rendszer, ami arról gondoskodik, hogy minden egyes korszakban ezek az ismeretek, tételek, és azt is mondhatnám, hogy igék megismétlődjenek. Tehát, hogy ciklikusan újra és újra előtérbe kerüljenek. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, téma és jelenség, hogy vajon miért van az, hogy ezeknek a gondolatoknak át kell öröklődniük, mert én azt gondolom, hogy ezek folyamatosan átöröklődnek. Hogy ki az, aki gondoskodik arról, hogy mindig legyenek olyan emberek, akik ezeket a gondolatiságokat kinyilatkoztatják? Miért van erre szükség? Mi a cél? Szerintem ez egy fantasztikus jelenség, hogy hiába telik el nagyon sok idő, több ezer év például, mégis megmaradnak ezek a szavak, igék, és azt is tudom, hogy napjainkban is vannak olyanok, akik ugyanarról beszélnek, mint akik több ezer évvel ezelőtt. Tehát azt gondolom, hogy a vállalás közös, a vállalás ugyanaz, és ezek a vállalások tulajdonképpen minden korszakban megismétlődnek. Tehát, hogyha végignézzük azt, hogy milyen korszakokon van túl az emberiség, akkor azt látjuk, hogy minden korszakban voltak olyanok, akik ilyen vállalással, misszióval érkeztek a Földre. De azt is tudom, hogy ez egyfajta ilyen belső, nem kényszer, hanem egy ilyen belső elhívás. Tehát, hogy akik ilyen uh, célra vannak jelen a Földön, ők akár már gyerekkorukban is nagyon erős elhívást érezhetnek az a kapcsolatban, hogy nekik pontosan ezt a munkát kell végezniük. Egyébként ezzel én is így vagyok, voltam. Tehát én már gyerekkoromban is tudtam azt, hogy később, felnőtt koromban, például ugye most, ilyen témákról kell beszélnem. Egészen kicsi voltam. Szerintem olyan négy-öt éves. És egyszer megláttam egy nagyon fontos szöveget, akkor már lehet, hogy valamilyen szinten tudtam olvasni, de az is lehet, hogy felolvasták nekem, és ott megmozdult bennem valami. Egyébként olyan érdekes, mert ez a házi áldásra is igaz volt. Tehát én ezzel néhány évesen találkoztam, és lehet, hogy akkor ugye még felolvasták nekem, mert hát néhány évesen még nem tudtam olvasni, csak mondjuk hat évesen, öt-hat évesen, és, és már akkor éreztem valami olyan erős és nagyon ismerős szellemiséget, amiről tudtam, hogy nyilván gyerekkoromban még Ezeket a tételeket nem nyilatkoztathatom ki, és nem beszélhetek ilyen ügyekről, mert elég furcsán hangzana a számból, de tudtam és éreztem, hogy később ez lesz a dolgom. Bár mondjuk öt évesen is én már olyan témákról beszéltem, amelyek nagyon fontosak és komolyak, de hát tudom azt, hogy azért ezt öt éves korban nyilván nem lehet úgy elmondani, és nem is nagyon hisznek mondjuk egy 5 éves gyereknek, hát sokszor akár még egy 40-50 éves felnőttnek sem, tehát azt is tudom, hogy azért a mai korszakban nagyon kevés embert vesznek komolyan sajnos, és olyanokat sem, akik, akik tényleg nagyon komoly dolgokkal foglalkoznak, kutatók, előadók, és tudom azt, hogy az én munkámat sem mindenki veszi komolyan, és sokan azt gondolják, hogy ezek az előadások, témák és gondolatiságok nem érnek semmit, és egyébként nincs is rájuk szükség, hiszen ma anyagelvűség van, és én akkor érnék el valamit, ha mondjuk milliárdos lennék anyagilag, most csak mondtam valamit. Tehát igen, tudom azt, hogy ezek a gondolatok nem mindenki számára jelentenek értéket, hiszen a mai ember számára az anyag jelenti ezt, az anyagi viszonylatok, az anyagi gyarapodás és a bőség, mert ugye az látszik, az látványos, és persze erre azt mondják ezekre a megnyilvánulásokra, tettekre és akár elhívásokra, hogy hát ezek olyan furcsa ügyek. Persze én úgy vagyok vele, és nem csak én, hanem szerintem nagyon sokan mások is, akik ugyanilyen misszióval vannak jelen a Földön, hogy nem foglalkozunk ezekkel a behatásokkal. Nekem az a tapasztalatom, hogy akik mondjuk engem megkeresnek, vagy ebben a programban valamilyen formán részt vesznek, 80%-ban imádják ezeket az adásokat, ezeket a gondolatokat. És igenis, ezeket tartják értéknek. De nem csak ebben a szférában, hanem a saját életükben is. A szellemi kincseket követik és gyűjtik és adják át, és azoknak örülnek, mondjuk így. Szerencsére azért nem mindenki anyagelvű, és nem mindenki gondolja azt, hogy csak az anyagi viszonylatoktól lehet gazdag az ember mert én azt gondolom, hogy a szellemi kincsek is ugyanannyira fontosak, hanem fontosabbak, és nagyon ki lehet általuk töltekezni, és nagyon gazdaggá és boldoggá lehet válni, és egyébként azt is gondolom, hogy ezért kell átörökíteni őket. Tehát én is ezért beszélek. Igazából ezeket a gondolatokat megtarthatnám ugye magamnak is, és írogathatnék az asztalfióknak, mondjuk így, de hát tudom azt, hogy a jelenlétünk egyfajta szolgálat, és hogyha így van, akkor nyilván ezeket a gondolatiságokat, energiákat meg kell osztani másokkal. És persze mindenkire rá van bízva az, hogy ezekből táplálkozik-e, vagy sem. Hát nagyon sokféle variáció van jelen a Földön, nagyon sokféle alternatíva, rengeteg mindenből lehet választani mindenkinek a saját döntése, és egyébként tudat szintje, hogy ő hogyan dönt, hogy mit táplál, vagy esetleg ő saját magát mivel táplálja, vagy a környezetét. De én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a szellemi kincsekre, a szellemi elgondolásokra, hiszen életmentők. Tehát nagyon sok olyan visszaigazolás van, ami azt mutatja, hogy igenis nagyon sok erőt adhatunk át másoknak, nagyon sok pozitív energiát, és akár hitet ebben a nagyon furcsa, kusza és idegen világban. Tehát igen, azt is mondhatnám, hogy ezek a fajta elgondolások és tettek szolgálhatnak egyfajta oázisként, és Ebből ugye lehet meríteni. Úgyhogy nagyon csodálatos az, hogy tulajdonképpen ezek a vállalások ciklikusan ismétlődnek, és minden korszakban voltak olyanok, akik megérezték, meghallották ezeket az igéket, ezeket a tételeket, és elkezdték őket kinyilatkoztatni. Név szerint is tudunk ilyen embereket mondani, hiszen azt gondolom, hogy ők fent maradtak, hát a fizikálisan nem is, de szellemiségben mindenképpen, és hát ugye tanulunk is róluk. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy ők nagyon komoly dolgokat tettek le a föld asztalára, és nagyon sok elmélet született, amelyek igenis fontosak ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni, és építkezni tudjunk, és el tudjunk jutni egy sokkal magasabb szintre. Tehát azt is tudom, hogy amikor még elkezdtem ezt a projektet, műveletet, húsz évvel ezelőtt, én is másoktól tanultam. Egyrészt ugye a főiskolán, aztán, mint uh, szabadúszó, rengeteg könyvet kölcsönöztem ki, Ezer előadást tanulmányoztam át más előadóktól, nagyon sok ismeretet szedtem föl, tehát igen, mondhatjuk azt, hogy ez egy hatalmas, nagy bázis, és az a csodálatos, hogy ennyien dolgoznak itt, és ilyen lelkülettel, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ehhez kell egyfajta lelkület, és kell egyfajta álhatatosság, meghűség, hogy az ember akkor is ilyen témákról beszéljen, hogyha tudjuk azt, hogy azért 80%-ban nem ilyen témákkal foglalkoznak ma az emberek, és lehet, hogy úgy tekintenek ránk, mint csodabogarak, mert én is megkaptam azért egy-két embertől azt, hogy Hát igen, elég furcsa jelzőket próbáltak rám aggatni, én ezen jót mosolyogtam, elköszöntem tőlük, mentem tovább, és végzem azóta a munkámat. Tehát én azt gondolom, hogyha az ember leragadt volna, vagy én leragadtam volna, és elhittem volna azt, hogy ők ugye mivel próbálnak akár megszégyeníteni, vagy akár ellehetetleníteni, akkor nem építem fel ezt a projektet. De hát azt is tudom, hogy vannak olyan emberek, akik még nagyon alacsony szinten tartanak, és nyilván nem fogják azt megérteni, hogy miért vannak olyanok, akiknek fontosak a szellemi elgondolások, a tanók, a különféle igék. Na most, ahogyan mondtam, vannak olyan mondatok is akár, vagy olyan szavak, amelyek folyamatosan ismétlődnek. Évről évre. Évszázadról, évszázadra, vagy évezredről, évezredre. Lehet, hogy ez a vállalás örök. Lehet, hogy ezer év múlva is ugyanilyen témákról fognak beszélni, amelyekről például én most, vagy amelyekről a korábbi időszakokban beszéltek. Tehát, ahogy mondtam, van egy ilyen, szerintem egy ilyen hatalmas nagy tudástár, van egy egyetemes önvaló, amiből mi folyamatosan merítünk, és minden korszakban merítettek, és minden korszakban adták át a többi ember számára, vagy azt is mondhatnám, hogy a világ számára ezeket a gondolatokat. Nekem is nagyon sokan mondták annak idején, hogy ez lesz a feladatom, tehát erre nem csak én éreztem rá, hanem akár olyan szakértők is, akikkel én konzultáltam. És attól függetlenül, hogy én bármit is elmondtam volna arról, hogy én például gyerekkoromban miről döntöttem, vagy én mit érzek saját magamban, ők ezt tudták, és elmondták. És akár négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz embert is tudnék mondani, akik önszántukból mondták azt, és teljesen függetlenül az én... Véleményemtől, hogy igen, nekem ez lesz a feladatom, tehát elég sok oldalról alá van támasztva már ez az ügy, de azt is tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik ugyanilyen misszióval vannak jelen, és szerintem ők is érezhették már ezt gyerekkorukban. Mert mondjuk beszélnek erről, és én azt gondolom, hogy aki tudatos, és egy nagyon nyitott tudatossággal és vállalással, szent vállalással jött a Földre. Igen, ők ezt már tudhatták egészen kicsi korban. És azt is gondolom, hogy az ember tudatosan készült erre a pályára, erre a munkára, ahogyan én is. Tehát nem véletlenül választottam gyerekkoromban a médiát, hivatása múl, és úgy, hogy ez lesz a szakmám, tehát. Én ugye 6 éves korom óta nyilvánulok meg közönség előtt. Tehát én 6 éves koromtól vagyok, vagy voltam, szijátszó, meg műsorvezető, meg narrátor, egészen 16 éves koromig, vagy 18 éves koromig, igen, és utána pedig elkezdtem televíziókban, újságoknál dolgozni, vagyis folyamatosan kommunikálok, és folyamatosan közvetítek. Gyerekkorom óta, kicsi gyerekkorom óta, tehát olyan 35 éve, körülbelül 35 éve beszélek, 35 éve közlök, 35 éve publikálok, mert hiszem azt, hogy ezeknek az energiáknak élniük kell. Tehát az a nagyon fontos ebben a történetben szerintem, hogy ezeket az energiákat folyamatosan áramoltatni kell. Ahogyan mondtam, Ezeket nem tarthatjuk meg saját magunknak, de szerintem nem is lennénk rá képesek, úgy, ahogyan én sem, mert ahogy mondtam, folyamatosan diktálnak bennem ezek a szavak, igék, elgondolások. És hogyha nem mondom el, ha nem mondom ki, akkor addig diktálnak bennem, amíg, amíg ezt nem teszem meg. Ez nagyon érdekes. És az is nagyon érdekes, hogy nem felejtem el őket. Tehát mindig visszatérnek. Azt is mondhatnám, igen, hogy ciklikusan ismétlődnek. Vagyis én azt gondolom, hogy bennünk is működik egyfajta szamszára, nem csak kívül, és bennünk is visszatérnek különböző ügyek, addig, amíg ezeket nem oldjuk meg. A tükrök pedig folyamatosan jönnek. Folyamatosan az arcunkba vágják azt, hogy most mit kellene tennünk, még min kellene javítani, és hogy hogyan kellene másképpen gondolkodni. Tehát ezért mondtam azt, hogy az ember folyamatosan tanul, fejlődik, és én azt is gondolom, hogy saját magunkat neveljük ezen tükrök és ismétlődések által, de az is lehet, hogy a kettő az ugyanaz. Sőt, szerintem biztos. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet, hogy bennünk is működnek különféle ismétlődések, körforgások, Ugyanakkor kívül is, de ugyanakkor egyetemesen is. Tehát ez nagyon érdekes, hogy tényleg minden, azt is mondhatnám, hogy olyan, mint egy ilyen nem mókus kerék, hanem mondjuk, mint egy ilyen malomkerék, ami állandóan forog, ami állandóan mozgásban van, ez nagyon fontos. Igen, én azt gondolom, hogy folyamatosan mozgásban kell lennünk, de nem csak fizikailag, hanem szellemiségben is. Szerintem én ezt a fajta munkát nagyon szépen működtetem, hiszen én folyamatosan mozgásban vagyok, ahogy mondtam, óvodás korom óta, hiszen óvodás koromban is szerepeltünk már, és ott is nagyon sokat alkottam, vagy akkor is, Állandóan alkotok egyébként, folyamatosan egyfolytában, szinte 0-24-ben. Egyébként én még az álmaimmal is alkotok. Most éjjel Franciaországban voltam, és franciául beszéltek hozzám. Nagyon érdekes, pedig én elvileg nem tudok franciául, de hát az is lehet, hogy tudok, hiszen amikor az ember ilyen testen kívüli élményeket él át, akkor nagyon sok mindenre emlékszik, olyan dolgokra is, amelyekre lehet, hogy éberen nem, és tudjuk azt, hogy ilyenkor nincs akadály, nincs gát, és sokkal felszabadultabbak vagyunk, ergo szerintem sokkal könnyedebben is emlékezhetünk az önvalónkra, és talán arra is, hogy mit hozunk az előző testetöltéseinkből. Szóval szerintem az, hogy. Ilyen sok alkotó ember van ma jelen a Földön, nem véletlen, de én azt gondolom, és ahogy mondtam, minden korszakban voltak ilyen emberek. Szerintem mi valamilyen szempontból testvérek vagyunk ebben a vállalásban, és nyugodtan mondhatom azt, hogy nagyon hasonló misszióval élünk, vagy élhetünk, mint például akár most mondhatom megint az ókort, de mondhatom a többi korszakot is, csak azért szeretek ideig visszanyúlni, mert, mert tudjuk azt, hogy azért ez már nem ma volt. És azért az ókorban mégiscsak nagyon sok olyan gondolkodó ember élt, akik lehet, hogy nagyon hasonlatosak voltak azokhoz, akik ma vannak jelen. Mert ma megint egy olyan szituáció Ál fent, amiben szerintem nagyon szükség van arra, hogy, hogy folyamatosan gondolkodjunk, amit én egyébként nem mindenki látok, tehát én azt látom, hogy vannak, akik igen beállnak a sorba, és elhiszik azt, amit mondjuk a médiában mondanak számukra. De azt is látom, hogy nagyon sokan elkezdtek ébredni, és harcolnak a szabadságért, a szabadságunkért, mert ugye itt arról beszélünk, hogy az ember nem csak önmagáért alkot, és nem csak önmagáért küzd, hanem a nagy egészért, úgy, ahogy ön például én is így dolgozom, tehát igen, azt látom, hogy szerencsére vannak olyan emberek is, akik másokért is tevékenykednek, tehát nem öncélú ön ez a feladatvállalás, és ez a fantasztikus... Tehát igen, szerintem a mai korszakunkban is nagyon sok koponya él, mondjuk így, és olyanok, akik mernek gondolkodni, felszólalni és segíteni a többieket. Tehát ezek a minták, vagy azt is mondhatnám, hogy ezek az energiák megmaradnak, fent vannak, fent állnak, és mindig születnek olyan emberek, Testi viszonylatokba, akik ezekből az energiákból merítenek, és akik megérzik ezeket az erőket, és elkezdik a többiek felé áramoltatni. Egyébként én azt is gondolom, hogy lehet, hogy a Föld még ezért van. Tehát, hogy lehet, hogyha nem lenne itt ennyi szolgálattevő ember, és ezek az energiák nem működnek, vagy mondjuk mi ezeket nem kamatoztatnánk, akkor lehet, hogy ez az egész rendszer már bedölt volna. Én hiszem azt, hogy a személyes energiánkkal tudjuk fenntartani az itteni létezést, mármint olyan szempontból, hogy nyilván nagyon sok ilyen energiának kell összeadódni, és azt is tudom, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon sok más ember negatív beidegződését tudják felülírni. A felülírás nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy sokféle szemlélet legyen jelen a Földön, tehát ne csak egyféle változat, hanem nagyon sokféle szín, pontosan azért, hogy, hogy könnyebben tudjunk fejlődni. Szerintem ezért. És hogy mindenki megtalálja azokat a pontokat, és azokat az embereket, amelyekre és akikre szüksége van. Én azt gondolom, hogy minden korszakban voltak ilyen mentők, akik nagyon erős ilyen Mentő akcióval voltak jelen. És ez a fajta rendszer, vagy ez a fajta elgondolás, vagy isteni minta folyamatosan áramoltatja ki magából ezeket a tételeket. Hát most nagyon furcsát mondok, de igen, így gondolom. És akik pedig nagyon közel vannak ehhez az állapothoz, ehhez a rendhez, ők ezeket a tételeket mondják el. Mert ö, ők hozzáférnek. Azt is tudom, hogy nem mindenki fér hozzá. Tehát nem mindenki vállalt ilyen szerepet, és nem is mindenki, hát élhet így, mondjuk így. Nem mindenki kapja meg azt a kiváltságot, hogy szolgálatta jelen, legyen jelen a Földön. Ugye milyen érdekes? Én egyébként erre így tekintek, hogy az, hogy az ember szolgálattevő lény lehet a Földön, hogy egyáltalán, így szerepelhet itt, ez mindenképpen kiváltság. Én nagyon örülök annak, hogy ezt a fajta munkát, elhívást megkaptam. Sokkal jobban szeretek így lenni, mint mondjuk úgy, ahogyan egykor. Mert tudom azt, hogy mit képviselek. Tudom azt, hogy kinek vagy minek vagyok a szóvivője. Szerintem ez egy csodálatos szó. Ha, szó szerint, hogy szóvivő. De milyen szavakat kell vinni, milyen szavakat kell áramoltatni? A pozitív, az építő szavakat, azokat, amelyek szeretet telik, amelyek szeretet teljesek, amelyek ebből a, az isteni mintából erednek, a rendből. Lehet, hogy korábban mások szóvivői voltunk, hiszen tudjuk, és hát azok is tudják, akik a médiában dolgoznak, hogy vannak bizonyos csoportok, akik különféle érdekekkel élnek, hát ezt tudjuk. És ezeknek a csoportoknak az érdekeit és elgondolásait kellett elmondani úgy, ahogyan ők akarták. Amikor az ember megugorja ezt a szintet és kilép ebből, akkor szolgálhat egy magasabb szellemi állapotot, egy magasabb elvet, a rendet. Szerintem ez egy fantasztikus munka. De én ebben azt érzem, hogy itt már nincs érdek, csak érdeklődés. Ez egy sokkal makulátlanabb közeg. És ez már mindenkiről szól. És az a nagyon fontos ebben a történetben, szerintem, hogy ez a közeg nem akar manipulálni. Úgy, ahogyan ugye a mai média viszont nagyon akar, és nagyon manipulál. Tehát szerintem nagyon sokféle különbség van a között, hogy az ember melyik oldalt képviseli, vagy melyiknek a szóvivője. Én azt gondolom, hogy a szó, mint energia van jelen a Földön. És azt is tudjuk, hogy vannak pozitív és negatív szavak, vagy hangok, vagy energiák. Vannak, amelyek építenek, és olyanok is, amelyek rombolnak. És egyébként nekem mindig Masaru Imoto vízkristály kísérletei jutnak eszembe. Aki nem ismeri ezt a fajta elméletet és kísérletet, annak nagyon szívesen ajánlom, hogy nézze meg, hogy miről szól. Most nem fogom elmondani, de arról, amiről beszélek, hogy a negatív szavak, hangok, energiák hogyan rombolnak, és hogy a pozitívak hogyan építenek. Tehát mindkét fajta lehetőség itt van. A rendelkezésünkre áll, de a döntés a miénk, hogy mit választunk, melyik oldalra állunk. Én mondjuk már nagyon régen döntöttem, sőt, azt is mondhatnám, hogy én már úgy jöttem ide, hogy én tudtam hogy én mit szeretnék itt létrehozni, és azt is tudtam, hogy én a pozitív energiákat, a szeretetet szeretném szolgálni. És ugye milyen jó ö, felvetés az, hogy ö, amiről már ugye az előbb is beszéltem, hogy vannak bizonyos szavak, tételek, amelyek minden korszakban visszatérnek, hát ilyen a szeretet is. Sőt, azt is mondhatnám, hogy ez az első számú tétel, ami mindig minden korszakban, minden évszázadban, minden évben, minden pillanatban visszatér, az, hogy a szeretetről beszéljünk, gondolkodjunk, akár elméleteket králjunk, és ezt gyakoroljuk. Milyen sokféle tantétel született már a szeretet kapcsán. Milyen sokan akarják megfejteni azt, hogy miről szól maga a szeretet. Hogyan kell jól szeretni. Hogyan kell a Földön jól lenni? Hogyan építsük fel a kapcsolatainkat? Vagy ezt a nagy egészet? Hogyan óvjuk meg a bolygót? Mi a szeretet maga? Vagy ki? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például ez a tantétel mindig jelen van. De miért van jelen? Azért, mert ebből vagyunk. Mert az egész világ mindenség a szeretet energiájából jött létre. Még akkor is, hogyha most esetleg úgy érezzük, hogy a Földön nincs szeretet, és hogy úgy ámblok az emberekből nem a szeretet az, ami áramlik, meg hogy az emberek nem igazán szeretik egymást, de akkor is. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egész vanság, maga a létezés, a szeretet energiájából jött létre, alakult át, magyarán belőle született és vált valóra. Destruktív elemekből nem lehet teremteni, csak egy nagyon magas fokú mintából. Ez pedig a szeretettel egyenlő. Mert a szer azt jelenti, hogy Isten mindenben a törvény. Ergo, hát Isten volt az, aki mindent létrehozott, nem? De tehát a szeretetből jött létre, vagyis saját magából. A világ mindenség. És fent van tartva, és létezik, és él a mai napig. És ez a szeretet minta szerintem folyamatosan pulzál, és folyamatosan áramoltatja ki magából a gondolatiságokat. És akik elkötelezettek, és akik hűségesek, ezt az adást fogják venni, de nem csak veszik, hanem adják. Szerintem ez a fajta közvetítői munka a legszentebb. Ez már a szentségről szól. És arról, hogy egyfajta nagyon erős megérkezett állapotban vagyunk. Hát akik ugye így cselekszenek. Nagyon sok szeretett szolgáló ember él a Földön, és azt is tudom, hogy az interneten is milyen sokan nyilvánulnak meg így, mert akarják a rendet, akarják a békét, mert mások kért is dolgoznak, másokat is szolgálnak. És ezek a vállalások ciklikusan ismétlődnek. Vagyis ezeknek az igéknek igen van szamszárája. És lehet, hogy Néha eltűnnek vagy feledésbe merülnek, de szerencsére mindig jön egy olyan ember, vagy több ember, akik újra felélesztik ezeket az igéket, az elgondolásokat, és újra beszélnek róla, és újra elmondják, és újra átadják. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokszor igen, le kell porolni ezeket a. Talán rég elfeledett vállalásokat, vallásokat. És újra fel kell őket éleszteni. De ez minden korszakban megvolt, ez minden korszakra igaz. Lehet, hogy voltak olyan időszakok, amikor tiltották azt, hogy ilyenekről beszéljenek. És egyébként én nagyon sokat gondolkodom azon vagy gondolkodtam, hogy. Úgymond, milyen szerencsés állapotban vagyunk, hogy most beszélhetünk ilyen témákról. Hogy én is átadhatom ezeket a gondolatokat, és az is nagyon szerencsés állapot, hogy van hozzá tér, hogy van hozzá közeg. Például az internet. Mert elmondhatnám ezeket a gondolatokat úgy, hogy csak magamnak, hogy csak én hallom. De azáltal, hogy él a világháló, milyen szép ez a szó, ugye? Így nagyon sok felé eljutnak ezek a gondolatiságok, vagy azt is mondhatnám, hogy energiák. Tehát mindenképpen igent kellett arra mondani, hogy pozitív erőket áramoltatunk, mivel nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy mit mondunk, hogyan beszélünk, és mit adunk át. Tehát ezért fontos a döntés hogy, hogy az ember úgy döntsön, hogy a pozitív erőket szolgálja, hiszen nagyon sokan táplálkoznak ezekből az erőkből. Igen, én azt gondolom, hogy a felelősség, vállalás, hát mindenben nagyon fontos. És azt is gondolom, hogy nagyon sok mindent uh, át kell gondolni, szó szerint, mielőtt az ember mondjuk dönt, mert utána felelős leszel hát a döntésedért, a munkádért, a szavaidért, a tetteidért, a cselekedeteidért, ugye? Tehát ez egy nagyon komoly elhívás. És azt gondolom, hogy aki ilyen, ő nagyon hűséges. De szerintem ez minden korszakra igaz volt, hiszen tudom azt, hogy voltak olyan korszakok, amikor, amikor nagyon veszélyes volt ilyen témákról beszélni, de akkor is megtették, akár az életük árán is. Igen, vannak olyan emberek, akik az életük árán is beszélnek és elmondják, mert olyan erősen diktálnak bennük ezek a kérések. Mert lehet, hogy ezek kérések. Tehát igen, lehet, hogy a kéréseknek van szamszárája. A kérések folyamatosan jelen vannak, vagy ezek az óhajok. Mert lehet, hogy ez egyfajta isteni óhaj, vagy ez a rendszer. Szeretné, ha az ő gondolatisága is folyamatosan megnyilvánulna, mindig a Földön, vagy azon túl. És nagyon jó, hogy vannak, akik ezeket az óhajokat teljesítik. Akik tulajdonképpen ennyire fel vannak vértezve, hogy, hogy átadják magukat ennek az egész vállalásnak, és nagyon sok mindenről lemondjanak, mondjuk úgy, ahogyan én is, és ne nézzenek semmit, csak azt, hogy ők mit ígértek meg. Mert én azt gondolom, hogy ez egyfajta ígéret. És azt is tudom, hogy nagyon sokan önzetlenül dolgoznak, tehát, hogy nem kérnek érte cserébe semmit. Mert maga a vállalás, mert maga az ígéret, és ez a fajta szövetség az, ami számukra egyfajta díjként vagy adományként szolgál. Szóval ez egy nagyon érdekes történet, hogy miért van az, hogy hogy ezek a tételek is folyamatosan megismétlődnek. És ugyanarról beszélünk tulajdonképpen szerintem, mint valamennyi korszakban. Talán ugyanazokkal a szavakkal, de lehet, hogy rosszul mondom. Ugyanazzal az elhívással, ugyanolyan vállalással, ugyanolyan misszióval, és ugyanolyan hűséggel. Tehát, hogy valószínű, hogy ez az, ami analóg, ez az, ami egy. És hogyha ez megszületik, akkor szerintem létrejöhet az, amiről azt mondjuk, hogy szolgálat, vagy szeretetteli munka, elhívás, misszió, feladat, és kinyilatkoztatás. Tehát mindig kellettek olyanok, akik kinyilatkoztatnak. Mindig kellettek olyanok, akik kiállnak. Mint ahogyan ma. És lehet, hogy mi is örökítünk át ilyen gondolatokat. Mondjuk szerintem én is örökítek. Hiszen ezek az adások remélem, hogy megmaradnak, és lehet, hogy húsz év múlva is ezekből fognak meríteni. Mert fennmaradnak az energiák, mert ott lesznek, mert élnek a szavak, élnek a megfogalmazások. Tehát én azt is gondolom, hogy az ember egyik legfontosabb feladata az átörökítés. De nagyon nem mindegy, hogy mit örökítünk át. Hát szerintem azt kell, amiről eddig beszéltem. És vannak olyanok, akik rokonok ebben a vállalásban ma is. Vannak olyanok, akik ugyanazokért, a célokért küzdenek, akár ugyanolyan szavakkal és mondatokkal, vagy tettekkel, ugyanolyan eszközökkel. Tehát én azt gondolom, hogy mi mindenképpen rokon lelkek vagyunk ebben a vállalásban, biztos, hogy ugyanonnan származunk, ugyanazokat a feladatokat kaptuk, és ugyanarra mondtunk igent. Ez nem csodálatos? Szerintem de. Persze nem akarok senkit rábeszélni arra, hogy úgy gondolkodjon, ahogyan én, de ahogyan mondtam, én nagyon örülök annak, hogy rátaláltam erre a munkára, de azt is elmondtam, hogy én ezt tudatosan építem, és építettem gyerekkorom óta. Ezért választottam a médiát egy olyan eszköznek, amivel én nagyon sok pozitív erőt tudok adni. Hiszen, hogyha nem tanulok meg írni, nem tanulok meg beszélni, gondolkodni és előadni, akkor most ezeket az adásokat sem tudom elkészíteni. És ha mondjuk nem tanulok meg vágni, ha nem dolgozom mondjuk húsz évig a médiában például, tehát hogy azért ehhez szerintem nagyon nagy felkészültség kell, hogy az ember ilyen sokat és ilyen sokáig szolgáljon. Ezek az emberek nagyon elkötelezettek, és azt is gondolom, hogy nagyon-de-nagyon nagyon szeretik a rendet, a mintát, azt a fajta elképzelést, ami már Istenből jövő. És azt is gondolom, hogy nagyon szeretik magát, a szeretet létét, meglétét, jelenlétét, és azt, hogy ezek az energiák működnek, és azt is, hogy ezeknek az energiáknak szolgálhatnak. Szerintem nagyon fontos ma a beszéd. Nagyon fontos az, hogy adjuk át ezeket a gondolatokat, tapasztalatokat, hogy ne tartsuk meg. Én sok embert arra kérek, hogy kezdjenek el írni, vagy akár hangosan beszélni, mondják el azt, hogy mi van bennük. Mert soha nem tudhatják azt, hogy kinek segítenek ezáltal. Plusz ugye magunknak is segíthetünk de szerintem a világot is jobbá tehetjük valamilyen szempontból, nem? Hát lehet, hogy az egészet nem tudjuk, de hát részenként igen, és azt gondolom, hogy ez, már, hogy ez is már eredmény valamilyen szempontból. Tehát lényeg az, hogy cselekedjünk, hogy dolgozzunk, és hogy ha van egy ilyen vállalásunk, akkor ezt vigyük mert azok is így tettek, akik egykor voltak jelen a Földön. Tehát szerintem itt nagyon sok ilyen rokon vállalás lelhető fel, vagy analóg sorsok, minták. És lehet, hogy mindannyian Ugyanott, és ugyanúgy mondtunk igent arra, ami tulajdonképpen most és itt jelen van. Érdemes egyébként tanulmányozni a korábbi, akár szent iratokat, azokat a feljegyzéseket és gondolatiságokat, amelyek örökérvényűek. Akár össze is lehet őket hasonlítani. Szerintem nagyon fontos a kutatás. Én egyébként állandóan ilyen kutatói munkát végzek, és engem ez nagyon feltölt, nagyon gazdaggá tesz. És mindig arra jövök rá, hogy Úristen, még mennyi minden van, amivel szeretnék foglalkozni. Tehát minél többet kutat az ember, meg minél több mindent vizsgálok, annál színesebb ez a paletta. Ez nagyon érdekes. És annál több olyan, gondolatiságot fedezek fel, vagy akár embereket, akik hasonló vállalással vannak jelen, mint mondjuk én. De szerintem több százan vagyunk, több ezren, több millióan, nem tudom, rengetegen. És hogyha a korábbi korszakokat is ide vesszük, hát akkor, akkor pedig több milliárdan, nem tudom. De szerintem nem is az a lényeg, hogy mennyien vagyunk, hanem hogy igen, tényleg minden korszakban legyenek olyanok, akik, akik szeretettel vannak jelen, és ezeket az erőket áramoltatják. Hogyha például beleolvasok a Bibliába, akkor azt látom, és azt fedezem fel, de nyilván ti is, hogy igen, tényleg vannak olyan örökérvényű mondatok, de az is lehet, hogy mindegyik az, amelyek ma is aktuálisak. Milyen érdekes, ugye? És amelyekről ugyanúgy beszélünk ma, és ugyanúgy gondolkodunk, mint annó. A gondolatiságunkat is ebből a közegből hozhatjuk. Bár jó kérdés az, hogy ez kinek a gondolatisága. A miénk, vagy a teremtőjé, a fenntartói. Mert az is lehet, hogy Isten gondolatiságát közvetítjük, mindenki a maga eszközével, és abban a korszakban, amelyben helyet foglal. Élhettünk mi is a korábbi korszakokban, lehet, hogy én is már nagyon sokszor felbukkantam és beszéltem ezekről a témákról. Nekem ez azért gyanús, mert én egyikre sem készülök fel. És úgy érzem, mintha ezekről a tételekről már több ezerszer beszéltem volna. Tehát valószínű, hogy nem először vagyok jelen, hát ez biztos, ezt tudjuk, és már nagyon sok korszakban feltűnhettem, és ugyanilyen dolgokról beszéltem. Vagy akár prédikáltam, mert hát nem tudom, ezt mindenki döntse el, hogy, hogy gondolja vagy érzi. De persze mások is vannak, most jelen olyanok, akikről én azt érzem, hogy, hogy nem kétnaposak, és biztos, hogy a korábbi testetöltéseikben is már ilyen szerepeket vállaltak. És, hon, és onnan hozzák tulajdonképpen ezt a vállalást, a késztetést, a gondolatokat, és a gyakorlottságot, a tapasztalatot, mert ehhez nagyon sok tapasztalatra van szükség. Hogy az ember így tudjon kombinálni, hogy ilyen összefüggéseket átlásson, és hogy így tudjon róla beszélni. Tehát, ahogyan mondtam, ez nagyon nagy felkészültség kell. Nagyon sok gyakorlat, nagyon sok tapasztalat. És nagyon élesen kell látni, és nagyon elkötelezettnek is kell lenni. Szóval ez egy nagyon fantasztikus történet, hogy ez a Föld úgy van felépítve és berendezve, hogy ezek az igék is folyamatosan ismétlődnek, újra és újra előtérbe kerülnek azért, hogy ne felejtsük előket, Azért, hogy a maikor embere is táplálkozzon, és ezekkel a szellemi kincsekkel legyen gazdag. És bízom benne, hogy ez így lesz ezer 2000 év múlva is például, és azok az emberek is majd ilyen szellemi kincsekből tudnak meríteni, pontosan azért, hogy ők is egy szebb, jobb életet tudjanak élni. Tehát ezért fontos az, hogy, hogy elmondjuk, kimondjuk ezeket a hangokat, gondolatiságokat, mert ahogyan kimondom a hangokat, elkezdenek élni. Hiszen energiák. Az energiákat pedig fent kell tartani. És persze tudom azt, hogy nagyon sokféle testetöltés volt és van, és mindig másfajta fizikumban vagyunk és voltunk, és mások is, de a lényegiség a tartalom, mint olyan nem múlik el. Tehát mi az, ami mindig ismétlődik? Nem más, mint a tartalom. Isten tartalma. Vagy azt is mondhatnám, hogy az eszenciája. Folyamatosan ezeket az eszenciákat örökítjük át, adjuk át, hogy éljenek és életre keltsenek, hogy. Kivirágoztassanak, ma is és mindig. Hát csodálatos ez a fajta törvény, ami jelen van. Fantasztikus, hogy ezek a jelenségek is újra és újra megismétlődnek. Hát kíváncsi vagyok, hogy meddig és hogyan, és hogy nekünk mennyi szerepünk lesz ebben. Hogy meddig élnek majd azok a gondolatok, amelyeket most átadunk. De szerintem ezek örökérvényűek. Én úgy érzem. Úgy érzem, hogy nekik mindig lenniük kell. Mert így tartható fent a földi létezés, vagy így tartható fent az, amire azt mondjuk, hogy élet. És amire azt mondjuk, hogy szeretet. Mert ez az energia az, ami átörökít, ami maradandóvá tesz mindent és bármit. A vállalást is, az együttes, közös mintánkat, missziónkat és az elhívást, ami csodálatos. Mert ö, eme elhívás által vagyunk itt, és tesszük a dolgunkat mindegy, hogy melyik korszakban. A lényeg a cselekedet. A lényeg az, hogy, hogy mindig hűségesek legyünk, bármi áron küzdjünk és dolgozzunk. Így lesz szent a vallásunk és a vallomásunk. Körforgás szerűen és ciklikusan.